Csodálatos látkép Nyíregyházáról, madártávlatból. Egész napos sétarepülési lehetőséggel is várják a repülőnapon az érdeklődőket. A hétvégi rendezvényt délelőtt 10 órakor kezdik, lesz ejtőernyős ugrás, kötelékrepülés és helikopter bemutató. Egy luxus helikoptert visznek ki a reptérre. A repülés nagymestere Verez Zoltán, műrepülő, Európa-bajnok és többszörös Guinness-rekorder. Egy délelőtti és egy délutáni bemutatóval érkezik Nyíregyházára. Az ingyenes rendezvényen számos kísérőprogram lesz, makettkiállítás, modellrepülő kiállítás és a kicsikre is gondoltak játékos programokkal. A rendezvény elejére és végére is ingyenes buszjáratot biztosítanak. Az idei repülőnapot a város támogatott rendezvényei közé emelte. Eddig a város a repülőnapokon kvázi egy háttér emberként vett részt, háttér támogatást nyújtott, és azt gondoltuk, hogy mi meg tudjuk szervezni ugye a kiegészítőket, a gyerekeknek a játszó parkot, a koncertet, a büfét, viszont nem tudjuk megszervezni a repülősót, és ezért megkértük a Horváth Péter Urat és a Tréner Kft-t, hogy működjön velünk együtt. Az országban egyedülálló módon 1968 óta Nyíregyházán van repülőgép pilóta oktatás. Ez a városnak is büszkesége, tette hozzá az alpolgármester a sajtótájékoztatón. A Tréner Kft. A Vízér Kadét program szakmai vezetője Nyíregyházán a nemzetközi pilóta képzésben 8-an tanulnak. A Vízér Kadétok, akik felvettük, nagyon jól sikerült őket megválogatni, és önfinanszírozással 8 hallgató, 4 magyar és 4 külföldi hallgató vesz ezen részt. Nagyon szépen haladnak, régen egyedül repülnek, már januárban kezdték a képzést, és a típus képzéssel az a szimulátor befejezik jövő év novemberében, és durván 24 hónapot komplett pilótákat képzünk. Ezen kívül a Nyíregyházi Egyetemen a napokban 17-18 első éves pilóta hallgató iratkozik be a képzésre.